amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Arra kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodás alapján tudtuk elérni. Ez egy központi téma. Először is nagyon örülök annak, hogy a második költségvetésünk is ilyen komoly támogatottsággal ment át. 12 képviselőből 11 támogatta, egy pedig tartózkodott, és azt is nagyon örömmel tudom elmondani, hogy a képviselők zöme hónapok óta tartó előkészítésben is részt vett. Azért sikerül egyébként, sikerült az előzőt is, és most is ilyen nagy támogatottsággal elfogadni, hiszen minden képviselőt bevonunk a előkészítésbe. Nagyon komoly munkát végzett a pénzügyi iroda, Lantos Otto irodavezető úr hónapok óta igen komolyan dolgozik vele, és azt tudom mondani, hogy itt ebbe nyugodtan bele lehet érteni a folyamatos hétvégi egyeztetéseket is, tehát ez ilyen szinten ment. Én azt hiszem, hogy meg is volt ennek az eredménye. Látjuk, hogy 2014-ben, lehet látni a számokat, hogy 2014-ben 93 millió forint működési többlettel vettük át az előző képviselőtestülettől a költségvetést. Most a működési többletünk az 630 millió forint. Komoly tartalékokkal rendelkezünk, és ezek reményt adnak arra, hogy a jövőben tudjuk fejleszteni a városunkat, méghozzá elég szépen rendesen, olyan dolgokat elkészítve, amelyek évtizedek óta váratnak magukra. Ez is hasonlóan takarékos költségvetés lesz, mint a legutóbbi, vagy már elindulnak a fejlesztések? Az előző takarékos. Én úgy gondolom, hogy az, hogy takarékos és átgondolt, az 2014-ben kezdődött el. Ott kellett, lehetett látni, hogy a költségvetésünkön van egy 300 millió forintos luk. Akkor volt egy informális testületi ülés, amit kitaláltak mások, hogy hogyan kell az ilyet csinálni. Az egész képviselőtestülettel elmentünk vidékre, és együtt leültünk ott, ahonnan nem nagyon tudnak elmenni a képviselők, és kénytelen kelletlen együtt ülnek, és átbeszélik azt, hogy mit szeretnének. Ez nagyon jól sikerült, ezt természetesen továbbra is fogjuk folytatni, mert óriási haszna volt egyébként, főleg az első két költségvetésnél, de most is. Úgy gondolom, hogy takarékos, átgondolt, odafigyel a fejlesztésekre, nagyon sokat csökkentett az úgynevezett önként vállalt feladatokból. Ez főleg 2014-ben, de azért most is próbálunk az önként vállalt feladatokból csökkenteni. És hát természetesen az jól látható a költségvetésben, hogy igen komoly adónövekedés, iparűzési adónövekedés volt ebben az esztendőben. Ez pedig dicséri egyrészt a török bálintiak fegyelmét, az itt lévő vállalkozások adózási moráját, és természetesen az adóiroda dolgozóinak a munkáját is. A költségvetés mellékletében láthatjuk azt a számot, hogy idén közel 1 milliárd forint jut a beruházásokra. Mit láthatunk az idén, illetve milyen folyamatok indulnak el az idén, ami majd később befejeződik? Nehezen tudok azon túllendülni, hogy a különböző hatóságokkal nagyon nehezen tudunk dőlőre jutni, és lassan mennek a folyamatok. Már múlt évben elkezdtük volna, csak nem akartunk belemenni a télbe, elkezdtük volna a körforgalom építését, ami szintén évtizedek óta várat magára. Azt hiszem, hogy azt sokan, tám még magam is alig tudom elhinni, hogy egyszer a Haranglábnál körforgalmat fogunk építeni. Még most is egy kicsit tamáskodom akár még a saját magam gondolatai ellenére is. De április 1-én ezt el fogjuk indítani, ezt a beruházást, már most megkezdődtek az előkészületek, megvan a beruházó, a közbeszerzés lezajlott, természetesen minden érvényes engedéllyel rendelkezünk. A idén még természetesen nagy terveink vannak, hiszen a Baross utcát szeretnénk szintén a leendő körforgalomtól egészen a postáig elkészíteni, tehát itt a járdákra gondolok, az útszélétől a járdákra mind a két oldalon. Szeretnénk befejezni a főteret. Aztán, hogy itt az engedélyeztetés az hogyan fog működni, azt nem tudom. A lényeg az, hogy szeretnénk befejezni. Most pillanatokon belül le fogjuk bontani a buszvégállomást, de az innen eltűnik, ez a szégyenfolt a város közepén, és tervpályázatok érkeztek már a főtérre. És természetesen szándékunkban van jó néhány idézőjelbe téve apró dolgot megcsinálni, tehát nekünk a Hegyaljóti járdát az be kell fejezni egészen a Séta utcáig. Nagyon szépre sikerült az első
ütem, mindenki legnagyobb megelégedésére. Ezt mondom, befejezzük a sétautcáig. Az Annahegyen feltétlenül fontosnak tartom, most szereztünk a magyar államtól martaszfaltot, én úgy gondolom, hogy egy-két utcát most meg kellene ebbe az évbe próbálni, amelyek egyenesek, egy martaszfaltos burkolattal ellátni, hiszen tudjuk, hogy milyen körülmények vannak némely utcában. És azon is nagyon gondolkozunk, hogy szintén az Annahegyen néhány kiemelt utcát elkezdenénk megterveztetni, és ha lehetőségünk van rá megépíteni, hogy ott pedig egy ilyen, a gyűjtőutak azok olyan minőségűek legyenek, mint itt a városban erre, és azt hiszem, hogy megvan ott a megfelelő igény a lakók részéről, és ez teljesen jogos is. Továbbra is fenntartjuk az igen magas szociális hálót Törökbálinton, kiemelkedően magas a Törökbálint városának a részvétele a szociális támogatásban. Azt hiszem, hogy nagyon jó fogadtatásra talál most, hogy elfogadtuk a költségvetést, már fönn is van a honlapunkon, hogy védőoltásban részesítünk jó néhány gyermeket, akik majd igénylik különböző vírusok elleni oltásban, és megtartjuk, illetve megtartottuk ebben az esztendőben és a múlt évi nagy sikert hozó szociális támogatást azoknak a családoknak, akik nem képesek kifizetni, mindig mondom, itt kizárólag törökbálinti állandó lakhelyen rendelkező családokról van szó, akik az uszodában nem tudnak kifizetni egy egyhetes táborozást a gyerekeknek, azoknak a családoknak mi átvállaljuk. Pályázni kell, polgármesteri elbírálás alatt lesz, és ezeknek a családoknak egy hetet fogunk biztosítani, illetve a gyermekeiknek. Ez múlt évben 100%-ban kihasználásra került. Nagyon nagy sikerrel. A korábbi költségvetésekkel összehasonlítva beruházásokra 1 milliárd forint jut, fejlesztésekre plusz 200, nagyjából 1,2 milliárd forint. Volt a fejlesztésekre ekkora keret az elmúlt néhány esztendőben? Abban az időszakban volt, amikor a Telenor ide fizette a teljes adóját. De ez egy nagyon rövid időszak volt. Született egy döntés, nagyon sok mindenkinek Magyarországon ez egy jó döntés volt, nagyon sok városnak, és Törökbálintnak meg kifejezetten rossz. Én azt hiszem, hogy egy jó gazdálkodással, mindig azt szoktuk erre mondani, hogy a Telenor előtt is volt élet, és azt hiszem, hogy ez a település fejlődött szépen, hát hiszen sok szégyenkezni valónk nincsen, hiszen most is a hetedik legfejlettebb településnek számítunk Magyarországon a városok közül, én azt hiszem, hogy ez egy elég szép mutató. Telenor előtt is volt élet, Telenor után is van élet. Egy jól átgondolt gazdálkodással, úgy, hogy remélhetőleg Törökbálinton folyamatosan betelepülő vállalkozásokkal fogunk találkozni, hiszen látjuk, hogy Budaörs tele van. Egyébként is úgy gondolom, hogy Törökbálint beruházási szempontból vállalkozásoknak gondolom főleg sokkal jobb pozícióban van, mint Budaörs, hiszen a közlekedésünk az még jobb. Pillanatokon belül 3 autópályára lehet eljutni, aminek természetesen szenvedjük a hátrányát is. Természetesen a továbbiakban sem adtuk fel azt a reményt, és erre egyébként konkrét ígéretünk van Aracki András országgyűlési képviselőtől, hogy az M7-es autópálya Törökbálinti szakaszán 80 vagy 100 kilométer, ez most szakmai kérdés, mert ugye Budaörsnél 100, nem valószínű, hogy bele fognak menni a 80-ba, nagyobb valószínűséggel, hogy a 100 km per órát fogják támogatni, de erről is a szakembereknek az a véleménye, hogy ilyen 30-40%-os zajcsökkentést lehet elérni. Mi a város részéről mindent megígértünk azt, hogy ha kell, akkor mi fizetjük a trafipaxot, vagy most nem tudom, hogy hívják az ilyen sebességmérőket, ennek az összes költségét, csak egy kérdésünk van, hogy ezt a sebességcsökkentést tegyék meg, mert ez a 30-40%-os zajcsökkenés, ez egy életminőségjavulást okozna a város jó részén. Jönnek vállalkozók, nagyon komoly érdeklődés van, hál' Istennek a Homasita országos központja az most tavasszal megépítésre kerül, és azt hiszem, hogy itt voltak nálam a tulajdonos, az építészek, kivitelező, és szeptember környékén a biofilter melletti, az outlet felé eső területen a saját ingatlanukon a Homasita megépíti az országos elosztóközpontját. Azt hiszem, hogy ez is szép lesz. Mi a helyzet a Városháza projekttel? Korábban hallhattunk olyan híreket, hogy elképzelhető, hogy a Magyar Fejlesztési Banktól kell hitelt felvenni. Először is egy kormány határozat szükséges, hogy engedélyezi-e egyáltalán az önkormányzatnak a hitelfelvételt. Úgy gondolom, hogy mi olyan pozícióban vagyunk, hogy ezt ahogy szokták mondani, hogy csont nélkül át fog menni, hiszen mi
azzal, hogy hitelt veszünk föl, bizonyítani tudjuk, hogy megtakarítást érünk el. Ez azért van, mert abban az esetben, hogyha egy helyre tesszük be a polgármesteri hivatalt, akkor csak egy helyen kell, nyilván takarékosabb, hogyha egy helyen fizetjük a komplet fenntartási költséget, a másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy éves szinten 40 millió forintot takarítunk meg azzal, hogy a GL Outletben nem kell tovább bérelnünk. Itt szeretném most elmondani, itt mindenféle mendemondák szájra kaptak, hogy az önkormányzatoktól el fogják vonni a feladatokat, bejön egy olyan elektronikus rendszer, ami lecsökkenti az önkormányzatok feladatát, és komoly kontrollt fog a hivatalon. De azt tudom mondani, hogy halljuk most a különböző sajtótájékoztatókból, hogy egyáltalán nincsen erről szó. Tehát ez egy volt egy tanulmányterv, ami szájra kapott, és most hallottuk múltkor azt hiszem a kormány sajtótájékoztatón Lázár miniszter úrtól, hogy az önkormányzatok feladataihoz és jogköréhez természetesen senki nem akar hozzányúlni. Mi itt tartunk, tehát a polgármesteri hivatal ugyanakkora méretben fog elkészülni, mint ahogy terveztük. Egyeztetni fogunk országgyűlési képviselőnkkel, Aracki Andrással, aki megpróbál a központi költségvetésbe betenni némi támogatást erre a projektre. Török Bálintnak ez nem jelenthet megerőltetést, vagy nem jelenthet komolyabb erőfeszítést, hogy egy ilyen hiteltörlesztést bevállaljon, hiszen akkor is tudtunk hiteltörleszteni, amikor 1,4 milliárd forint volt a város hitele, ebben még benne volt a művelődési háztól kezdve jó néhány apróság. Szerencsénk volt, mert akkor volt a konszolidáció, és a magyar állam átvállalta az önkormányzatok hitelét tőlünk 1,4 milliárd forintot. Tehát ha azt tudtuk fizetni, akkor most ebben a helyzetben azt hiszem, hogy a polgármesteri hivatal törlesztés az nem, egyszerűen nem jelenthet gondot. 1 milliárd forintos keretet szánunk erre, ezért is folyamatos egyeztetés van a tervezőkkel, műszaki szakértőkkel, mert nem szeretnénk e fölé menni, viszont egy nagyon szép színvonalú, egy nagyon minőségi épületet szeretnénk, ami ebbe az 1 milliárd forint keretbe belefér. És a hitel mértékét, amit az önkormányzat fel fog venni, a hitel mérték az nagyjából attól függ, hogy tudunk-e a magyar kormánnyal valamilyen megállapodást kötni, hogy a központi költségvetésben külön soron céltámogatásként Török Bálint város önkormányzat a polgármesteri hivatal részére elkülönít valamennyi összeget, nekünk bármi jó. Azt tudom mondani, hogy az talált pénz. Milyen önként vállalt feladatoktól szabadultak meg 2016-ban? Rengeteg aprótól. Csökkentek a nemzetiségi önkormányzatok támogatásai például. Drasztikusan, de azt tudom mondani, hogy mindig futottunk ebben egy kört, tehát mindig megkérdeztük például egy hasonló településen, mondjuk Budakeszit, hogy náluk mennyit kap a nemzetiségi, mennyit kapnak a nemzetiségi önkormányzatok, és körülbelül ehhez szerettük volna a támogatásukat megadni, amellett, hogy ezen kívül még sok mindennel támogatjuk helyiséggel, meg egyebekkel a nemzetiségi önkormányzatokat. Néztünk rá példákat, és mondjuk levittük. Nálunk például a Német Nemzetiségi Önkormányzat 10-12 millió forintokat is kapott egy évben, most kapnak 5-öt, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kapott 4-et, most kapnak 2-t, de egyébként, hogyha apró cseprőbb kéréseik vannak, akkor azt mindig megpróbáljuk teljesíteni. Megszüntettük a 60 millió forintos pedagógus ösztöndíjat, és egy teljesen más pedagógus ösztöndíj rendszert dolgoztunk ki, ami múlt évben azt hiszem, hogy elég sikeresen vizsgázott, reméljük ez még jobb lesz, még nagyobb részvétellel. Elég szép ösztöndíjakat osztottunk ki múlt év végén Albert Gábor humánpolitikai bizottság elnökének segítségével. Ő kezelte ezt a kérdést, és ő gondozza a mai napig is, és mindig megpróbáljuk jobbítani. Voltak olyanok, hogy komolyabb megszorítást, ezt mondjuk nyugodtan mondhatom megszorításnak, a Városgondnokságnál értünk el, kicsit kevesebb támogatást kapott a Munkácsi Mihály Művelődési Ház, és mondom, számos apró, tehát ilyen moltalan fillérekből jöttek össze, és úgy gondolom, hogy mindig semmi szégyenkezni nincsen valunk se a civil szervezetek, se a sportszervezet támogatásánál, sehol, tehát azt hiszem, hogy mi még mindig büszkén húzhatjuk ki magunkat, hogy arról van szó, hogy a civilekkel, a sporttal milyen kapcsolatban van az önkormányzat.
ott mi teljesen rendben vagyunk, legalábbis én úgy érzem. Most talán, de ez egy külön téma, és lehet, hogy nem is engem kellene megkérdezni. Most talán Török Bálinton megpróbáljuk egy kis önkormányzati segítséggel a Török Bálinti futballklubot is helyrehozni. Meglátjuk, erre nem biztos, hogy engem kell megkérdezni. Az önkormányzati intézményeknél nem megy a minőség rovására az, hogy most kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint korábban. Az önként vállalt feladatoknál voltak komolyabb megtakarítások, az intézményi rendszereknél nem voltak takarékosság, de nagyon kevés. Nagyon kevés, ők ezekből nem nagyon sokat éreznek. Az intézményeinket kiemelkedően magas színvonalon tartjuk fenn. Én nyugodtan azt mondom, hogy az egész országban szét lehet nézni, hogy Török Bálinthoz képest a többiek hogyan csinálják. Mind a két iskolát, aminek az üzemeltetője mi vagyunk, de a fenntartója nem, hiszen a Klik. Azt hiszem, hogy ott is a Török Bálint városa közpénzekből igen komoly anyagi támogatásban részesíti ezeket az intézményeket, magas színvonalon tartjuk fönn, és egyébként, hogyha bármire nem nincsen pénzük, vagy nincsen lehetőségük megteremteni, vagy nehezen haladnának a Klikkel, akkor a város oda teszi magát. Erre most egy jó példát tudok mondani. Azon kívül, hogy mondjuk tavaly a régen várt Zimendi iskolában kibővítettük az étkezőt, most például létrehoztunk egy angol nyelvű szaktantermet, egy kicsi, nagyon aranyos, múltkor voltunk megnézni, átadni, de úgy gondolom, hogy ezt is mi csináltuk meg. A másik feladat, ha már intézményekről van szó, ebben az évben tűztem célul, hogy mindenféleképpen találok valamilyen megoldást arra, hogy megnyugtató végeredmény legyen abból a szempontból, hogy hova kerül a Szőnyi Erzsébet zeneiskola. Tárgyalást folytatok a Klik vezetőjével, a Bálint Márton iskola igazgatójával, és úgy veszem észre, hogy most megtaláltuk azt a helyet, ahova kerülhet a Szőnyi Erzsébet zeneiskola. Én azt úgy gondolom, hogy a Bálint Márton 1-es, a köztársaság tér, itt lesz a bázisa a Szőnyi Erzsébetnek. Mielőtt megépült a Bálint Márton általános és középiskola második épülete, a nagy komplexum, ami 2013-ban lett átadva, voltak olyan félelmek, hogy a város nem fogja tudni fenntartani, illetve üzemeltetni az intézményt. Most mi a helyzet ezzel a témával kapcsolatban? A legnagyobb félelmek talán a sportközpont miatt voltak. Egy regionális sportközpont lettünk. Ebben az évben már nemhogy nyúlszaldós, még egy picit pozitívba is átlendült a komplex sportcentrumnak a működtetése. Azt hiszem, hogy ez egy hihetetlen nagy eredmény, hiszen nagyon kevés ilyen intézmény van Magyarországon. Változatlanul az a terv, hogy külső medencék épülnek, vagy azóta módosult egy picit az elgondolás? 2013. szeptember 2-án megígért ígéret, mi szerint a kettes ütem megvalósul, úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, és ebbe kezdjünk bele. És azért jön velünk Plagányi Zsolt, egyrészt erősít minket, másrészt pedig el fogja mondani a véleményét arról, és a terveit arról, hogy egy külső 33-as medencét tegyünk az úszoda, ebbe a projekten belül tegyünk az úszoda mellé, hiszen akkora az igény, különösebb műszaki, illetve különösebb fejlesztést a víztisztító meg egyéb részen nem igényel, hiszen a mostani gépészet az egy külső 33-as medencét is simán el tudna látni. Tulajdonképpen ez az új terv a kettes, ez csatlakozik új tervként a kettes ütem megvalósításához. Befér, megnéztük, valamit egy kicsit redukálni kell, de attól még befér. És a másik, hogy mivel annyira komplex intézmény most már ez itt nálunk a sportcentrumnál, nagyon jó kosárlabda csapatunk van, ugye sokan tudják, a MTK Török Bálint nagyon szépen szerepel. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen kis tata, kis telki szintű sportbázis lehet azon a részen megépíteni. Ehhez viszont szükségünk van ahhoz, és ezt is fogjuk kérni, hogy ebbe a projektbe tegyük bele a régi kollégium épületének a teljes felújítását, és ott egy 50 szobás szálloda kialakításába segítsen hozzá minket a magyar kormány, mert hiszen mind a sporttáboroztatás, mint pedig a konferencia szervezések szempontjából fantasztikus lenne, hogyha egy kertkapcsolattal rendelkező szálloda kiszolgálná
ezt a sportintézményt. Annak idején egyébként a miniszterelnök úrnak én elmondtam, mikor ezt az épületet átadta, hogy ott van a Corvinus Egyetemnek ez a kollégiuma, amelyet éppen itt hagytak, mert nincsen rá szükségük, és akkor már a miniszterelnök úr intézkedett, hogy az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezt az épületet adja át a városnak. Ezt én egyszer már megkaptam levélben, hogy vegyük át. Akkor én visszajeleztem, még Hegmani Nemes Sára államtitkárasszony volt ennek a résznek a felelőse, és én akkor írtam vissza egy levelet, amiben jeleztem, hogy nagyon szívesen átvesszük, de a felújítására még nincsen pénzük, keressük a forrást, és abban az esetben, hogyha ezt megtaláljuk, akkor rögtön kérjük tulajdonba, hiszen akkor már más a leházó fekvése. Na most megpróbálkozunk azzal, hogy ezt betesszük a projektbe, paralel természetesen visszatérünk arra a levélre, amiben át akarták nekünk adni. Hogyha kapunk egy pozitív választ a miniszterelnökségről, akkor ezt az épületet is fogjuk kérni, és akkor egy olyan centrum alakul ki, ami országos hírű lehet, és gondolom, hogy nem is kell hozzá sok, hogy az is legyen. A költségvetés számait ismerve fontos megemlíteni azt, hogy Török Bálint város önkormányzata éves szinten 170 millió forintot fizet jelen pillanatban, míg a BKK-nak a közösségi közlekedés fenntartásáért. Előzetes tárgyalások alapján lehet arra számítani, hogy ez az összeg kevesebb lesz, vagy ugyanezért a pénzért meg lehet tartani azt a szolgáltatást, amit Török Bálint annó kiharcolt? Az a 171 néhány millió forint, ami ott van a soron, az egész közlekedésünket lefedi. 154 millió forint környékén fizetünk a BKK-nak. A belső járatunkkal együtt van az a 171 néhány millió, ami a költségvetésben szerepel. A legutóbbi tárgyaláson, ami így álom volt a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzatok Tanácsán, ott megjelent Fó nagy államtitkár úr, és megnyugtatott minket arról, ott volt az összeszinte érintett önkormányzati település vezetője ezen a megbeszélésen, hogy a magyar kormány átveszi, hogy még milyen struktúrában azt még nem tudják, valószínűleg ebben a pillanatban még csak fizeti az agglomerációs közlekedést, és az elkövetkező egy évben fog kialakulni arról egy kép, hogy ezt a magyar állam fizetni fogja, és továbbra is a BKK szervezi, vagy a magyar állam erre létrehoz egy szervezetet, és ő fogja irányítani és szervezni az agglomerációs közlekedést. Ez nem egy kialakult kép, minket arról nyugtattak meg, hogy ez ugyanilyen színvonalon, ugyanilyen menetsűrűségben a következő esztendőben is tovább zajlik. Mi jeleztük, hogy a tárgyalások folyamán jó néhány igényt fogunk majd benyújtani a közlekedési tárcához. Hát hiszen mi sérelmezzük a kiegészítő bérletet. Kicsit sokaljuk egyébként ezt a hozzájárulást, ezen is gondolom, hogy kellene faragni szépen. Ezeket mind el is mondtuk az államtitkár úrnak, mondta, hogy az önkormányzatok vezetőit be fogják vonni ezekbe a tárgyalásokba, és mielőtt egy teljesen készkép alakul ki, vagy elképzelés arról, hogy hogyan menjen itt az agglomerációs közlekedés, azelőtt végig részt fogunk venni a tárgyalásokban. Ez egyébként alapvető igényként merült fel a polgármesterek, polgármesterhelyettesek, melyik településről éppen ki volt ott. Mennyire segíti a célok megvalósítását az, hogy a polgármesterek megállapodtak abban, hogy egységesen és nem külön-külön fognak fellépni? Ez feltétlenül. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valami erősít, akkor ezt. Tehát mi egy közös álláspontot fogunk képviselni. Eddig is ezért volt ez a FA5. A FA5 egyébként majdhogy nem kifejezetten erre jött létre, hogy az agglomerációs közlekedéssel foglalkozzon, de úgy gondolom, hogy ezen majd, hogyha ez nyugvópontra tér, akkor át tudunk lépni, és nyilván sok más ügyben is közös álláspontot tudunk képviselni. Ha együtt gondolkozunk, akkor nagyobb erőt képviselünk, hát hiszen elképesztő, mekkora lakosság számot ölel föl az agglomeráció. A költségvetés számait ismerve milyen évnek jellemeznék 2016-ot? Én azt mondom, hogy nyugodtnak. Tehát én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy nyugodtan előre tudjunk lépni. Megvan hozzá az alap. És ehhez az alaphoz nagyon sok mindenki hozzátette magát. Még egyszer mondom, képviselőtestület, bizottságok, külsős bizottsági tagok, a hivatal, és természetesen mindenki, tehát az összes török bálinti, hiszen azt
szintén nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy az a pénz, amiben mi gazdálkodunk, az nem a miénk, hanem a török bálintiaké, csak odaadták nekünk, hogy gazdálkodjunk vele. Megpróbálunk minél észszerűbben, és olyan célok mellett haladni, ami látható fejlődés a városban, és biztosan látszik, hogy van egy olyan elképzelés, hogy innen a belvárosból induljunk kifelé. Tehát ez nekünk a belvárost kell először megcsinálni, megépíteni, és onnan tudunk ilyen csillagszerűen továbbiába kifelé menni, mert a belváros kinézete, minősége az nem felel meg egy Budapest kapujában egy agglomerációs településnek, egy olyan településnek, még egyszer mondom, amelyik a hetedik legfejlettebb település. Van koncepció, van elképzelés, és ezért gondoljuk úgy, hogy emellett haladva, és ebből egy jótányit nem engedve, látható fejlődés lesz a városban. Már most is sok minden látszik belőle, de látható fejlődés lesz, minőségi javulást szeretnénk elérni. Nagyon sok török bálintival találkozunk, nem csak én, képviselőtársaim is természetesen. Az egész életünk úgy zajlik, mint egy lakossági fórum. Tehát én is egy métert nem tudok úgy menni, hogy meg ne állítanának, és akkor természetesen elmondják, hogy mit szeretnének, ezért ezek mindig beépülnek. Van, amelyik jobban, van, amelyik kevésbé, de ezek mindig beépülnek. Tehát az ötletek sokszor innen érkeznek.